műsorvezető Farkas Erika. Úgy mondják, hogy hát a helyon társadalmja itt a Broadway-n. Igen, akármilyen kicsi azért valójában az egy kis maradvány, mert itt járnak a színészek, írók, azok az emberek, akik általában művészettel foglalkoznak. És az emberek szórakoztatásával. Én minden lapot árultam. A régi világban, amit meg ismert mindenki, az Estet, a Nyolc Órait, a Kurírt, voltak aztán felszabadulás után lapok, ugye, a Szabadsággal kezdtük. Az újságos bácsival kiszúrtak, mert elvitték a standját a régi helyéről, így van? Egy színfolt volt Budapesten, és eltűnt. Ott volt a trolibusz megáll, jöttek a színházból, jöttek mindenhonnan, kezicsokkolom, nagyon-nagyon hiányzik a sarokról. Kértünk egy újságot, akkor megszerezte, utána járt minden, és hozta neki. Én már megszoktam a szabad mozgást, a hideget, a nyarat, kora reggeltől külső estig, még vasárnap este sem pihenek, hogy ebben kis kalickában, bezárva úgy vagyok, mint egy kis kanári madár. Sanyi úr már nagyon régen nincs a helyén, az égi lapokat kínálja a kuncsaftoknak, de a falak, az utcakövek, a régi archív felvételek megőrzik az egykori csillámporos pesti Broadway lakóinak emlékét. Milyen volt, milyen lett ez a hely? Tulajdonképpen ott leszünk, ahol nem vagyunk, mert a mostani két helynek a helyszíne a pesti Broadway, de mivel tél van, és a pesti Broadway kellős közepén egy betonkeverő betont kever, ezáltal zaj is van, egy olyan zaj, ami kevéssé romantikus, be fogunk majd menni az Operett Színházba. Gyökösi Zsolt rendezővel és Molnár Dániellel. Magáról azt mondta a Zsolt, aki hát igazán kenyere javát ebben a szakmában megett, egy zseni. Miben zseni, Dani? Én biztos, hogy nem vagyok zseni. Megmagyarázom. Az antré miatt vagy zseni. Az, hogy ledoktorálsz egy olyan szakmából, amit az egyetemen rajtad kívül, aki bennültél, mint egyetemi hallgató vagy doktorandusz, senki emberfia nem tudja, cirkuszi múltból, történetből, cirkuszból, senki nem tudja Magyarországon, tehát ezért mondtam, hogy zseni vagy, mert ott a doktorátus átvétel, azt mondtál, amit akartál, és mindenki tátott szájjal hallgatta, hogy micsoda világ ez a cirkusz. Na, ehhez tartsa magád, Dani, jó? Én is tátott szájjal fogok hallgatni. Na most ugye zsenik körében áldogálunk, mert mielőtt Gyökösi Zsolt megjött, én azt mondtam a Julcsa Varga Júlia szerkesztőnek, hogy Gyökösi Zsolt egy szórakoztatás ipari zseni. Zsolt hányat rendezett hosszú életében? Körülbelül színházi jellegű darabot. Ebbe beletartozik a első éves korombeli Miskolctól kezdve az összes vidéki színház, ahol jártam, beletartozik a Kamara Varieté. Körülbelül olyan 100 körül lehet. Majd az életem másik fele, az 25 éve a televízióban telt el, ott percre tudom mondani, az körülbelül 20-21 ezer perc, ami azt jelenti, hogy az akkori szórakoztató osztály, akkor úgy hívták, egy évi feladatköre volt a 20 ezer perc. Hát tulajdonképpen tátott szájjal néztünk, itt legalább hárman, de lehet, hogy négyen. Mondja el nekem, Dani, hogy ott a betonkeverő az a pesti Broadway melyik szakaszán áll? Először is ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi az a pesti Broadway. Tehát ott még nem járunk, mert ebben a zajban nem bírok gondolkodni. Az ott a volt Arizona mulató, és ugye a téli kert, eredetileg téli kert, ugye itt volt egy serfőző volt a helyén még 1914 előtt, és ez Babics Lujzának a téli kertje, és a Thália Színház. Az Arizona után mi lett abból az épületből? Ugye 44-ben megölik az Arizonáikat, 45-ben Básti Lajos újra nyitja, mint Arizona irodalmi varietét, utána az áruforgalmi nemzeti vállalat adtak lesz egy irodája, aztán az autóklubbé, és aztán most a mai manóház. Doktor úr mindent tud. Tudjuk, miért keverik a betont? Nézd egy emelettel följebb. Látod, hogy a Thália homlokzata van szétcsapva? Az emeleten nem kevernek betont. Igaz, de megy be egy munkagép az ablakon. Akkor most Varga Júlia megmutatja, hogy hova mehetünk. És már is bejöttünk a boldogságba. Hányban kezdett rendezni, Zsolt? Én 52-ben Miskolcon kezdtem el a pályámat, amit soha nem felejtek el, mert az a legszebbek évek közé tartozik. Ugye csoda, bemegy az ember a színházba, és
dolgozhat. 52-ben itt mi volt? 52-ben ez éppen Budapest Kávéház néven működött. Ez volt a Moulin Rouge előtt a ténylegesen világhírű Moulin Rouge, és ugye ezen a néven nem működhetett tovább, ezért lefokozták kvázi kávéházzá, és mégiscsak a világvárosi jellege. Tehát egy ötvözet volt, egy nagyon szerencsétlen nyomorult ötvözet ez a Budapest Kávéház név. Ez 59-ig működött csak így. Ezt a kiállítást, én vagyok a kurátora, és ez erről szól nagyjából. Fiatal kurátor, doktor? Hol van itt? Fönt az első emeleten van, a foajéban. Orfeo Mulató Színház, az van kiírva, Zsolt jelentkezett szólásra. Csak azt akartam mondani, hogy még a Moulin Budapest Táncpalota néven működött. Nagyon sokáig. Jó fele megyek? Hú, és itt a háttérből még ilyen próbahangokat is fogunk hallani. Ezt a sétát nem mi tesszük meg először, Surányi András fotósnak is kedvenc helye volt a Nagymező utca. Kutatta a kezdeteket, és könyvet is írt a Pesti Broadway-ról. Ahol most itt állunk, egy földút volt, ez volt a Große Feldstraße, vagy Großfeldstraße, tehát itt mindenféle mezők voltak, itt a Városliget felé vadregényes, kicsit láposabb, vizes vidékek voltak, hát itt Duna Holtág, a Nagykörút is Duna Holtág volt, Lerchenwiesének, azaz magyarul Pacsirta mezőnek hívták itt felfele a vidéket, és hát itt mindenféle földek voltak, majorságok, egészen ugye 1867 a kiegyezésig német nevek voltak, utána ez azonnal Nagymező utca lett. Hát ettől ez még persze nem lett Broadway, ahhoz kellett Karl Zinger, későbbi Somosi Károly, akinek szinte az emlékműve előtt állunk, ez a Budapest Operett Színház, aminek a helyén Somosinak az első Orfeum állt, kis egyemeletes kis épület volt. 1892-93-ban járunk már, és Somosi akkor Bródy Zsigmond újságíró írótól, illetve újságtulajdonostól megveszi a telket. Helmer és Fellner bécsi kifejezetten színházépítőmestereket, akik majd 50 színházat építenek a Monarchia területén. Tehát megbízza őket ennek az épületnek a megépítésével, és ennek a megnyitására kerül aztán 1894-ben sor, első budapesti Orfeum névem. Ennek a, hogy úgy mondjam, a reklám gegje Somosinak a fantasztikus ötlete, hogy nem mint először gondolta, ez itt a pesti Montmartre legyen, ami már egy kicsit lejárt, mert mindenki Amerika felé tekint, hanem ez legyen a pesti Broadway. Azon gondolkodtam, hogy nem szédelgő feldicsérése ez a Nagymező utcának. Dani, ez a maga kérdése, mert az, hogy a Broadway, aki járt ott, hát az azért egy kicsit másképp néz ki. Dehogy nem. Ugye pesti Broadwaynek mindig azt nevezik, ahol éppen van élet. Tehát a Rákóczi utat nevezték egy darabig a 20-as években pesti Broadwaynek, mert itt minden döglött volt a Nagymezőben. A pesti Broadway, mint titulus és mint koncepció, ennek két eredetét gyanítom. Az egyik a szokásos pesti gúny, mert ez egy 50 méter, amiről beszélünk gyakorlatilag. A másik pedig hát a szintén szokás újságírói feldicsérés, hogy ez a miénk, ez a kifejezés, erre az 50 méteres szakaszra, ez a 30-as években állandósult, és azóta ezt így nevezik. Maga szerint helyén való az elnevezés? Nekünk, amikor a főiskolán ugye 48-tól 52-ig voltam, akkor éppen a pesti Broadway-t, amiről ugye a háború előtti világ úri arisztokrata szórakozói és szórakoztatói voltak itt, hát éppen lenyomták, éppen folytották meg. Nem nagyon hívtuk úgy, de kíváncsiságból azért eljöttünk, és ennek a levegője a háború után még 4-5-6 évvel is valahogy érződött, hogy itt más, itt át lehet kiabálni a túlsó oldalra, hogy szevasz, mi van veled, mit csinálsz? Tehát egy olyan élet volt itt, hogy itt mindenki ismerte azt a másikat, akivel jóba volt, vagy éppen a háta mögött utána azt mondta, hogy na hát ez, ez ide meri betenni a lábát. Ennek a világnak volt egy különleges varázsa, aztán ez a 50-es évek után végén már úgy kezdett haldokolni, és akkor jött egy másik fajta, ami szórakoztató akart lenni, de már a szocialista világnak a szellemi, de mindenképpen azzal az elszántsággal, hogy nálunk épp úgy szórakozik a nép, csak most már nem az arisztokraták, hanem megengedheti magának mindenki. Tehát akkor a pesti Broadway elnevezés nyilvánvalóan nem a dolog külsejére utal, hiszen 50 méteren aránylag kevés föltűnéssel vannak a házak. Életforma? Életforma. Nincs még egy utca Pesten környék, ha kiterjesztjük, ahol ennyi színház koncentrálódna egy helyütt. Most az egyszer a Lajstrom kedvéért mondjuk el magának, van is ilyen sétája, hogy
mi minden tartozik a pesti Broadway-be? Ez egy beugratós kérdés, kicsit arra hasonlít, mint amikor az alsó Váci utcát megnyitották, és nagyon szeretett volna Váci utca lenni az is. Ugye itt azért, tehát a másik oldal is szeretett volna, tehát ugye a Radnóti oldala a túlparton, és ugye volt a Tivoli, amivel nem is tudom, hogy mi van most a Tivoli. Nincs Tivoli, van Tivoli? Átmeneti állapotban Tivoli, és tutira bezárt az Ernst Múzeum. Az Andrássy út túloldalán, az csak úgy félig meddig számít ide. Igen, ez már nem igazi. Ennek az utcának a végén még egy kicsit úgy bemegyünk a Jókai utcába, és a Megyeszai Színház, ami még akkor működött, a Megyeszai Színház az oda tartozott. Hát én még Megyeszai Vilmát láttam a saját színházának a saját színpadán énekelni, az egy csoda. Nincs gáncsnak szegi száma, csupa sik, ercik náma, karcsú mind a minanét, illik néki a minét. Rechtsre beldül, linksre fordul, spitze bontán, némi portul, tempót innen mégsem vét, illik néki a minét. Mint a lázából kibimbul, tagadozzok minanénból, s műre bőgben veti szét. Illik néki a minét, illen vas a broncsos ajjal, könnyű nájlal, bonzas hajjal, fennem hordja a tupét. Illik néki a minét. Térjünk vissza az eredeti kérdésre. Utca túloldala nem igazán Broadway már. Akkor mi a pesti Broadway? Ez a nyolc ház, négy itt, négy... Az Andrássy útig gyakorlatilag. És mi minden van ezen a rövid szakaszon? Most már sokkal kevesebb értelemszerűen. Most a Thália van, ugye velünk szemben. Itt volt a Mulen, illetve hát most már ez a Kálmán Imre Színház és a Operett Színház. Jelen pillanatban három működő intézmény van ezen a szakaszon. Kálmán Imre Színháznak hívja? Igen. Valaha én még Budapest Táncpalota címen, akkor én még rendeztem is benne csoda műveket, amilyen akkor lehetett, de hát revű színe. Revű, hát a revű az minden körülmények között revű. Igen, és az... Akkor most már ez a három van, közben meg kell mondjam, kedves hallgatóink, hogy Dani köhög. Berlinből jövett, megfázott, vagy most honnan jött? Most Berlinből jöttem, de előtte Amsterdamban volt szerencsém megbetegedni, és azután meg Leedsben voltam egy operett konferencián, ahol az operett... Hol volt? Leedsben. Nem az volt az érdekes része a dolognak. Operett konferencián, az micsoda? Világ kutatói összegyűlnek, és az operettről beszélgetnek, és ebben az a szép, jött voltunk 30-an, és végre tudtunk egymással beszélgetni. Az operettnek mi a nyelve? Közép-Európában a német értelemszerűen elsősorban. Például nagyon érdekes volt, mert vannak a Gilbert Sullivan operettek, két angol szerző a századfordulón, akik teljesen ismeretlenek gyakorlatilag Közép-Európában, és mi is, hát így lestük a kutatókat, akik sorolták a bemutatókat és mindent, és ez mennyire jelentős náluk. Nekik például fogalmuk nem volt arra, hogy itt szocialista operett kísérletek zajlottak, és hogy itt sztálinista operetteket mutattak be, hogy nagyon jól kiegészítettük egymást, és rengeteget tanultunk. Mikor volt itt a legtöbb szórakoztató intézmény? Mihez köthető a Broadway, a pesti Broadway fénykora? Ez nem az intézmények számához köthető. 1939-ben a Vogue magazin azt írja, hogy Budapesten mulatni érdemes. Tehát ez világhírű, nem úgy, mint a makói hagyma, amit makón világhírű. Heiligenkreuzfahnál se tudja senki, mi ez a makó. Már bocs, ha valaki makói, elnézést, tényleg világhírű volt. Tehát angol lapok, a Variety, meg a többi nagy angol szaklap írt arról, hogy a Moulin Rouge 36-tól egészen 41-ig, az valóban világszínvonalú produkciókat csinál, és Magyarországra kell jönni, és meg kell nézni. Az Arizonával egyetemben szemben. Tehát akkor van egy fénykor a Moulin Rouge-nak és az Arizonának, ez a 30-as évek vége. Ez egybe esik-e az itt az utca szakaszon levő többi színház valamilyen sikeres tevékenysége? Egyáltalán nem. Egyáltalán. Tehát például nincs operett színház ekkor. Aha. Helyette Bárdos Artúr művész színháza van. És nincs ugye mi a fene, Thália sem, mert ez a Rádiusz mozi. Ugye reneszánsz színház volt előtte, tehát van azért más, de a szórakoztatóipar az mindig ugye egy magánvállalkozás, és mindig arra megy, tehát ugye pénzt akarok csinálni, és hogy ha nekem nem sikerül, akkor majd jön egy másik, és az majd megpróbálja és csinálja. Zsombor
Zsolt miért lett rendező? Mert színész akartam lenni természetesen. És aztán én egy évig vidéki lévén Pesten beiratkoztam a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német karára. És eközben minden áldott este színházba voltam, színházba. Azt behozzam, amit vidéken ugye mulasztottam. Én egy kis nagyközségnek nevezhető Békés megyei Gyoma nevezetű, ma már Gyoma Endrőd. Ott éltem, Békésen érettségiztem. A színház iránt nagyon-nagyon vonzódtam. És mikor egy-egy ilyen színházi előadás lejött Békésre, Kis Ferenc és Őri Kató játszottak egy kétszemélyes darabot. Engem a tanáraim nagy kérésre és könyörgésre elengedtek, nagyon megembereltem magam, és bementem előadás után, bekopogtattam remegően, és kértem egy autogramot. És kaptam egy autogramot, és azzal a szöveggel, hogy aztán vigyázz rá, fiam, mert ki tudja, mikor találkozunk megint. Én a háború időszaka alatt ezt az autogramot természetesen elvesztettem. A Feri bácsit ugye 8 évre kivették a forgalomból, hogy finom legyek. És mit ad a sors? 1959-60-as szezonban Győrben mentem Kecskemétről, és ott akkor engedték ki a Feri bácsit, és ő is ott volt. Don Carlos rendeztem, és ő volt második Fülöp, és hát elmondtam neki természetesen ezt, hogy én 14 vagy 15 éves koromban kértem tőle egy autogramot, szóval is adtam. Igen. És mit mondtam? Hát azt, hogy nagyon vigyázzak rá, mert ki tudja, mikor találkozunk. Akkor igaz, mert ezt szoktam mondani. És innentől kezdve nagyon kedves, jó barátok lettünk. És azután egy évet járt a Pázmányra, és fölvették színész rendezőnek. Rendezőnek. Az alatt én rájöttem, hogy nem lehetek én olyan jó színész. Fölmértem a magam képességét, és azt mondtam, hogy többet tudok adni magamból is, meg a közönségnek is, hogyha rendező leszek. És az hogy alakult, hogy inkább a szórakoztatóiparban tevékenykedett? Az abból fakadt, hogy a főiskolán ezt nagyon mellékesen inkább lekezelt. Ez nem. Én először, mikor Miskolcra mentem, ugyanúgy, mint minden rendező, rendeztem a Hamletet, Szent Iván éjjel, Tartüff, Pigmalion, minden világirodalom legjobb darabjait, egy csomó új magyar darabot. És a csomó új magyar darabbal zenés vígjáték is került a kezem alá, amit én nem tudtam. Amikor először Kecskeméten például nekem a Cigányvárot kellett rendeznem, sírtam. Örömében? Bánatomban, félelmemben. És akkor az sikerült. És innentől kezdve, ahová mentem, a következő színházak, például Kecskemétről Szegedre mentem, és a forradalom utáni időszak, mert én forradalmat ott töltöttem végig, utáni időszakban ugye Vaszi Viktor lett az igazgató, akivel teljesen véletlen formán nagyon. Megint egy sztorinak mondható, hogy kerültünk jóba, jó viszonyba. Valahogy elmeséltem a gyerekkoromat, ahogy most maga is rákérdezett, hogy lettem színét. Ő meg kérdezte, hogy töltötted a gyerekkoromat, és elmondtam, hogy ez hát az egyik karácsonyom volt. Borzasztó volt, mert nagyon vártam és vágytam egy kis villanyvasútra, és nem hozta el a Jézuska. Villanyvasút, mondta Vaci. Hát gyere hozzám. És volt egy 8 méterszer, 6 méteres hatalmas terepasztala villanyvasúttal, ő neki meg ez volt a hobbija, úgyhogy onnantól kezdve vasutaztunk és színházaztunk. Na így került sorra, hogy a Bácsasétány ős bemutatóját már rám bízta, megcsinálta, és miután a Bácsasétány pedig olyan siker lett, hogy végig szaladt az egész országon, innentől kezdve én tudtam zenés és könnyű dolgokat rendezni. Kockáztatok, engem meg fognak köpködni a hallgatók, de én is azt gondolom, hogy a könnyű mufaj sokkal nehezebb. Azt szoktam mondani riporterőrsöknek, hogy a kezdő riporter is bárkit meg tud rikatni. Megnevettetni, az nehezebb. És gondoljon bele, hogy az igazi nagyon-nagyon nagy színészek, ifjúkorukban, táncos komikusok, karakterszínészek, komikusok voltak, és úgy lett belőle nagy színész, mert úgy tudták a szakmát megtanulni, és úgy tudták tényleg csavarni a nézők szívét, vagy nevető izmait, ahogy akarták. Megtanulták. Dani maga hogy került a könnyű műfajjal kapcsolatba?
én nagyjából ekkora voltam. Tehát ilyen 9 éves magasságú, amikor elkezdtem a sümegi várjátékokban dolgozni. Mint kis kretén, meg apród, meg, és aztán elég sok mindent csináltam. Én 6 évig bűvészkedtem, aztán úgy alakult, hogy én belőlem bohóc lett, és 7 évig dolgoztam bohócként. Végül artista képzőbe tettem egy artista vizsgát. Rúgommal dolgoztunk dolgokban mindig. Akkor én már egyetemre jártam, arabisztikára és történelemre. Elég színes az életpályája, igen. Végül is aztán hibernált arabista vagyok, tehát igazán nem. Nagyon szeretem, de nem tettél ezzel, nem? Én történész lettem végül is, mert cirkusz történetből írtam a szakdolgozatomat, és akkor Heltai Gyöngyi, magyar operett kutatásnak az egyik elindítója gyakorlatilag, lökködött finoman a karjával, hogy csináljon ebből doktorit, vagy valamit. Ó, hát, ha maga mondja, jó, és végül is a Szocialista Revűből és a Varietéből doktoráltam. Maga a Zsoltból írta a doktoriát. Nem, a Zsolt előtti időszakból, de ő nagyon sokat mesélt nekem egyébként. Nem tudom, mikor megyünk adásba, de addig van meg fog jelni könyvbe is. Vörös csillagok, a Rákosi korszak, szórakoztatóipar és a Szocialista Revű. Se sokáig tart. Cintányéros cudar virág, hiszünk egy gorgyocskát. Cintányéros cudar virág, lopunk egy csókocskát. Cintányéros cudar virág, amíg a kapnak édes bőr.